Jó, szerintem ideje lecserélni ezt a gyönyörű házat valami még szebbre. Elsősorban arra gondoltam, hogy ide, a hegy oldalára csinálhatnék egy szélmalmot, amely arrafele nézne. Én arra azt is kitaláltam, hogy ott lenne valahol egy vasfarm, mert ott jó sík a vidék, és akkor lehetne csinálni olyan easy vasfarmot, és majd a későbbiekben én szívesen építenék mondjuk oda egy várat. De ez még egy nagyon-nagyon távoli történet. Itt pedig lenne egy ilyen farmvidék, itt ilyen növényfarmok lennének, meg hasonlók, szóval. Ja, ez lenne az elképzelés. És hát a mai napon akkor kezdjük is egy malommal. Bocs, srácok, ti itt nagyon rossz helyen vagytok, de még kaptak utoljára egy kis kaját. Itt is van, ne legyetek olyan mohó, kap mindenki. Nem mindenki éhes. XP-t kérem. Jó, és mehetünk is fát vágni. Ó, csak ezeket a bambuszokat előbb még leszedem. Ó, kardal elég egyszerű. Így hát el is mentem, és megpróbáltam kivágni az egész tölgyerdőt, ami ott volt a ház mögött, a falusiaknál. Visszaütöttem a szepléngeket, így remélhetőleg lesz elég fa a malomnak a megépítéséhez. Jó, hát amit tudtam, azt kivágtam, lett is belőle fánk rendesen. Mennyire nyugisabb ez a vidék, így, hogy nincs itt semmi fa. Garfield, szia! Itt egy fa. Gyere, nézd meg! Jó, hát lett egy csomó ilyen spruce logunk, szóval a ház alapját már el fogjuk tudni készíteni, viszont nekem fog kelleni még rengeteg ilyen sima oak log. Szóval gyerünk és vágjunk egy pár ilyen fát is. Jó, hát ilyen oak logból is vágtam egy keveset, de nem valami rengeteget, de ennyi szerintem bőven elég lesz. És most azt a nagyon szuper páránykarámot és terneket át fogjuk költöztetni valami más helyre, de viszont először ezt a földréteget itt eltüntetem. Na gyertek, kicsi tánkék, tánkék! Ti nem! Ti nem! Ebből nagyon nagy gond lesz. Jó, majd valamit kitalálok, maximum megfelezzük a bárány populációt. Nekünk egyelőre csak tején kellene azt, ami történik itt. Jó, jó, gyertek mindenki be, oké. Légy szín, ne menjetek ki, hogyha már olyan szépen bementetek. Ide vissza be. Köszi, köszi, engedjetek ki, légy szín. Jaj! Oké, megvan. Megpróbálom megetetni a teheneket. Minden igaz, akkor most már csak a bárányok fognak átjönni. Meg a kis tehenek. Halljátok? Légy szíves. Ne! Szörnyű! Hát akkor ennyi tehénnek lőttek, a bárányokat meg itt hagyom. Sok állat maradt itt? Hát azért. Egy, kettő. Na mindegy, majd újra szaporodnak. Mennyi bambusz nőtt. Ezeket gyorsan le is szedjük. Hát ennek milyen jó hangja van. De sok hátra baszok a rakkal. Nem eladók telnek. Jó, és szerintem el is kezdhetjük ide építeni a szélmalmot. Kusoljál. El is kezdtem megépíteni a ház alapjait, de hamar rájöttem, hogy ez nem lesz olyan egyszerű. Tehát visszamentem és csináltam néhány állványt. Nem lesz az idő, hogy meghalok, mire megépítem. Hogy kell csinálni ezt az asztalt? Hogy kell? Így? Hát ez egy csomó szringbe fog nekem kerülni. Na jó, 24, ez hát elég lesz. Jó, ez itt elég hülyén néz ki. Jó, hát egy fokkal jobb. Szia, macsek. Kusoljál. Be is fejeztem szép lassan a háznak az alapjait, kidészítettem néha andezittel, és lenyestem a tölgyfák törzseit, így valamivel jobban néz ki. Így már csak a tető és a díszítés maradt. Jó, hát jelenleg így áll a malom, bár mondjuk ott kimaradt egy esés, az kicsit zavar, meg is csinálom. Jó, hát idáig egész egybe van a dolog, ezt nem mondom, hogy nagyon szuperül néz ki, de majd kidíszítjük és csodásan fog majd festeni. Jó. Hát azt nem mondom, hogy gyorsan haladok, de legalább lassan. Ó, vannak skeletonok. Kellene nekem csont. Na hello, úristen, ez egy enchantolt. Jas, csontváz. Hát, ha megadja. Hát akkor nem. Na szia, hopp, béna. Na jót rohagy meg. What? Jaj! Hát, homlokon lőtt a csávó. Azaz. Aranycsuka. Hát te mit keresel már megint itt? Elmegyek, szedek egy kis homokot valahol itt a környéken. Hát, ha találok. Ott van. Oké, van is 16 darab. Ki foglak nyugasztani. Jó, ó, mennyi vasunk van. Ennyi? Ó, itt is van, oké. Akkor ide jöhet a homok. Jó. Szerintem elkezdem kidekorálni, bár kellene nekem még ilyen fa, mert fogyóban van. Egy-kettőt kivágok, olyan sok nem kell. Itt meg is nőtt egy pár darab. Ó, mennyi megnőtt már. Fajsemetécske. Jó, szerintem ennyi elég is lesz, mert hát végül is csak dekorálni kell. Úristen, ez úgy néz ki, mint egy fafasz ott a távolban. Egy ajtót még berakok. Van ajtóm, ugye?
Nem, odaadtam a villagereknek, tényleg. Kérem vissza. Köszönöm szépen. Na menekülj te! Gyere segíts megépíteni a malmot. Mi az, hogy nem? Tökéletes? Van ajtónk? Ide mehet is a padló. Oké, okay. Király. Téged viszlek. Téged is. Téged nem. Ó, itt is van egy babáim. Na sziasztok, nézzetek mit hoztam. Úgy is van. Ez az egyem-pentyem. Házi. Macska? Ott van Garfield is. Jézus, itt mi fog történni? Oké, okay, csinálhatunk mondjuk lépcsőt. Azt ide le is rakom. Meg egy trapdoor. Ó, az itt van nálam. Oké. Okay. Jó, nagyon szuper, és ide be is jöhetnek az üvegek. Remélem lesz elég. Nem lesz elég. Nagyon jó. Egyetlen egy darab hiányzik. Innen. Aj. Na mindegy, most már tökéletes. Fenomenális. Mi van? Menj innen! Nincs is semmi látod való. Te is! Vidd a barátodat! Hol az ollom? Ja, itt van a kezemben. Szép volt. Jó, így föl is építhetünk. Szépen. Ott vagyunk már? Még nem. Na most. Hoppá. Jó. Ide jöhet egy trapdoor. Itt is van. És most jön az, hogy ide jön egy létra wool-ból. Ide mellé, hogy rakok ide mellé, oké. Ez lesz az első szélmalom. Király, és akkor most lefele létrával kell okoskodni, ugye? Hoppá. Jó, oké. Így, most három. Most meg még három. Nagyon jó. Ajjaj, nem érek oda. És elfogyott a wool. Oh, de cuki hozott. Kettő, három, egy, kettő. El is rontottam, na mindegy. Szíves, egy ilyen három darabot. Ó, köszönöm. Oké, okay, megyünk föl kicsit. Miért dörtel megyek fel, amikor van nekem ilyen... Na mindegy. Huge! Na még egy van. Honnan került egy fekete bárány? What? Itt van egy fehér. Nagyon szuper vagy. Ez hány darab? Egy. Visszajövök ám még. Kicsit okosba, de megoldottuk. Oké, okay, nagyon jó. Kész is van a szélmalom. Hát nem egy... Szipi-szupi. Na most meddig megyek hátra? Viszont szerintem tök jól néz ki. Na még dekoráljuk egy kicsit. Menj innen te. Jó, akkor szerintem jöhet is ide. Tölgy, hogy nem is tudom, hogy milyen fa alapanyagból csinálhatunk is neki még pár dolgot. Oké, okay, itt meg majd szerintem lesz valami virág. Az a virágtartó edény. Na, tudjátok mi az. Elfogyott az izé, ez a plankszem. Megint el kell menni vágni. Hát ez szörnyű. Úgy fogy, mintha enném. Hát egy kettő fa remélhetőleg elég lesz, meg majd nekem fog kelleni. Levél, azt is majd szedünk. Ah, mindig fölmarad egy, hát ez valami hihetetlen. Hát most, uff. Jó, hát ennyi csak elég lesz, mert úgyis majd csak trapdoor kell belőle csinálni. Na, Lici, engedj el. Oké, okay, hát még ide elültetem ezt a két szeplinget, ami nálam maradt, meg ezeket a világokat is minek tartom magamnál. Jó, megyek is, szedek egy kis klét. Milyen jól néz ki? Most már nem egy fa pénisz. Van neki, hát ilyen malma. Jó, itt van egy kis clay. Oké, okay, és köszönöm szépen, viszem is. Ó, mennyi van itt? Ott is van benne? Hát ezeket már csak elvisszük. Jó, mehetünk vissza. Hát, 64 plusz 20 stack clay. Lot of clay. Hey, itt van egy obsidian blokk, ez csak így el lett itt hagyva. Ez érdekes. Na gyorsan bandukuljunk vissza, mert megint sötét van. Menj innen, te! Helyedre! Ne bántsd a házam. Ó, itt is menültek a fák. Ez tök szuper, mert viszek egy pár ilyen lombot. Díszítve elemnek. Hát ez szeknyit csak elég. Szerintem már túllőttem a célon. Igen. Ide jött is díszítésnek egy-két ilyen lombocska. Te mit keresel itt? Hé! Hey, itt voltál árnyékban? Tökéletes. Hát ez valami fenomenálisan néz ki. Vagy 15 darab ilyen lantern csak elég lesz díszítésnek. Tökéletes. Itt is van. És kezdhetjük megcsinálni majd az ablakok díszítését. Itt felépítünk. Ha ide jöhet. Egy ilyen. Tökéletes. Hoppá. Oké, okay. Tök szuperül néz ki. Mehetünk tovább. Következő ablakocska. De jól néz ki. Én nekem adja. Ah, még fog kelleni. Basszus. Hát a végén meghalok tényleg. Ott maradt egy. Fel ne vigy el. Ott is fog megrohadni. Jó, még azt az egyet megcsináljuk. Van elég. Ebből négy kell, ebből meg hat. Itt egy szamár. Érted, még visszajövök. Hé, hát ez hogy került ide? Eddig is itt volt. Ez is a színára jön. Gyere, csacsi. Hello. Semmi. Én most bezárom, és abban a pillanatban fog innen elmenni.
amint az utolsó blokkot letenném. Nem, úgy néz ki, hogy a szamarak rusták. Jó, ez be van itt kerítve. Maradj itt. Ja, már megint kezdődik. Na, tök jó, mert egyre kevésbé van pénisz alakja a dolognak. Már most egy kicsit olyan, mint a szőrös lenne, de... Na, zöld. A zöld az. Kenyér. Ricardo, hát hogy vagyunk ma? Ilyen? Na, hát ez tök szuper. Jó. Hát ez marha unalmas lehet. Na, majd azért vágásnál kicsit izgalmasabbá teszek. Rakok ide konfettiket, meg green screen effekteket aztán. A lámpákat elfelejtettem odarakni. Uhú, kell még egy pár darab. Mennyi van? 6 darab ablak, akkor... Ah, meg itt ezt a középsőt elfelejtettem megcsinálni. Hát ez mi ez már? Így, nem? Vagy azért ne adjuk meg a módját. Kész van! Tökéletes. Ez mondjuk kicsit furi. Hát így hogy fogja meghajtani a malmot? Na mindegy. Jó, 11 darab lantern, ez csak elég lesz. Oké. Jaj! Oké, kicsit nagyon zuhantunk. Nagyon szabadul néz ki a dolog, meg is vannak az emeletek, azt hiszem. Ja, itt is, első, második. De mondjuk mi a rákon fog elférni, na mindegy. Lesz egy ilyen kis háló. Itt meg majd lesznek chestek. Á, jó lesz, ez kis kezdőházikónak jó lesz. Annál viszont nem jobb, viszont elmegy szerintem. Ja. A cukorrádot le kéne rakni, basszus, hát az alig van. Jó, de gyorsan még kell egy pár virág. Csinálunk ilyen cserepeket. Au, ez fájt. Jó, és akkor jöttek is ilyen virágok, amik itt vannak random. Ebből is viszünk, ebből is. Azt mondja, hogy oké. Okay. Oké. Okay. Nagyon jó lett. Hát jó, azt hiszem, túlzás, hogy nagyon jó, de ahhoz képest, hogy ez csak egy szélmalom, nem én miért a hátulját mutatom. Hát ahhoz képest, hogy csak egy szélmalom, szerintem kezdőháznak tökéletes. Itt ez az alsó rész, itt majd valószínűleg kemencék lesznek, majd be fogjuk lakni, meg csesztek. Vagy itt legyenek a kemencék, majd még kitalálom, az valószínűleg itt fogok aludni, vagy ne? Hát még nem tudom, az a baj, ide nagyon magasan van. Ide mire fölmászok, megmondom az életemet. Én nem mondó vagyok, hogy abszolváltuk a dolgot, majd kellene csinálni körülötte egy nagy búzamezőt. De ez nem ebben a részben fog megtörténni, ugyanis a mai napra nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem tetszett. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, mert az ingyen van! És találkozunk legközelebb a következő epizódban. Na, csubi!